Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok, ez az a YouTube csatornám, és van egy pár videóm már arról, hogy mik itt a, mi a szalonetikett nálam, mik azok a feltételek, amikkel el tudlak vállalni téged, mint vendég, és milyen szolgáltatásokat tudok nyújtani, és egyáltalán mire számíthatsz, milyen kéréseid lehetnek, de nekem is vannak, és két dolgot szeretnék, és már szerintem ezt is elmondtam egyébként másik videómban régebben, de most elmondom megint, főleg azért, mert néhány videómat régebbit törölni fogom, és nem szeretném, hogy esetleg ezeket a dolgokat is töröljem. Az egyik az az, hogy miért ne érkez elő, mint ahogy az időpontodat megbeszéltük, a másik pedig, hogy miért baj, hogyha nem szólsz, hogy nem jössz. Kezdem ez utóbbival. Amikor időpontot egyeztetek veled, akkor biztos, hogy nagyon sokatokkal volt már úgy, hogy nem tudtam időpontot adni addigra, amikorra neked a legjobb lett volna. Megbeszéltünk egy másikat, és mondtam, vagy megkérdeztem, hogy ha lesz esetleg lemondás a korábban, amikor te szerettél volna jönni, akkor szóljak-e? És rendszerint azt mondjátok, hogy igen, szóljak, mert korábban szeretnétek jönni, vagy akkor, amikor ugye eredetileg be akartatok jelentkezni. És oké, jó, ezt mindig ugye fel is szoktam írni, hogy kinek, mikor, mi az igénye, és ha úgy van, hogy van lemondás, vagy üresedés valami folytán, akkor ugye szoktam is szólni. Na most, akkor tudok szólni, ha tudok róla. És hogyha valaki be van írva az időpontjára, de nem jön el, akkor tegyük fel, szerda délután 4-re be van írva valaki, én 4 órakor várom őt. Ő nem jön. 4 óra 5-kor azon morfondírozom, hogy parkolóhelyet keres, vagy még a város határában van esetleg, vagy nem fog jönni. De mondom, most hívjam, ne hívjam. Ha éppen parkolóhelyet keres, és tudatában van annak, hogy késésben van, amúgy is feszült, most ott elkezd csörögni a telefonja, látja, hogy én vagyok, még ideget, tehát nem akarom felhúzni, bár mondjuk jogom lenne hozzá ebben a helyzetben. De oké, gondolkodom, 4 óra 5, jó. 4 óra 10, mi legyen. Jó, most már felhívom, mert most már nem tudom, hogy jön-e vagy nem. Meg a következő vendégem nem sokára itt lesz, és most akkor annak is mit mondjak. Várjon, ne várjon, izé, hogy a... Na, 4 óra 10-kor felhívom, és ő vagy az van, hogy... Általában tőlem nem szoktatok többet késni, tehát hogyha 4 óra 10-ig nem jössz, akkor általában te már nem jössz, én azt tudom. És akkor az szokott lenni, hogy jaj, hát nem tudnál a helyemre valaki gyorsan beiktatni. Hát nem, nem bozd meg. Tehát, hogy honnan kéne leakasztanom valakit, akinek egyébként már 4-kor ott kellett volna lennie, mint neked, hiszen az utánad következő vendéget úgy írtam be, hogy veled végezzek addigra, mire ő megérkezik. Most, hogyha 4-10-kor felhívok valakit, hogy figyelj, van egy listám, amin itt szerepelnek emberek, akik lemondásra várnak, most tök mindegy, mit csinálsz, éppen a bevásárlóközpont közepén vagy, dobjál mindent, és azonnal gyere fodrászhoz, de nekem 2 percen belül legyél itt, tehát ezt te is látod, hogy ez ilyen nincs. És hogyha később ér ide, nyilván azzal megcsúsztatja az egész napomat, amit meg ugye nem szeretnék, meg hát te se szeretnéd, amikor legközelebb mondjuk jössz pontosan, és akkor azt mondom, hogy most azért kell várnod 1/2 órát, mert az előtted lévő nem jött, de én gyorsan felhívtam valakit, aki viszont ez miatt késve érkezett, és akkor most így meg te várjál. Tehát értitek, hogy ezt így nem lehet. Egyébként szoktatok olyat is kérdezni, de ezt csirájában el is szoktam folytani, hogy be vagy írva egy időpontra, és akkor rájössz, hogy nem jó neked ez az időpont. Oké, eddig teljesen oké, mert tudom, hogy hozzám tök rendesek vagytok, hetekkel, hónapokkal előre bejelentkeztek, és tudom, hogy közben jöhet valami. De amikor azt mondjátok, hogy nem cserélhetnék valakivel, hát nem. Tehát, hogy? Tehát most kit hívjak fel? Most gondold el, hogy mondjuk kitalálod, hogy te az időpontot helyett mondjuk hétfőn délbe szeretnél jönni, és akkor felhívom azt, aki hétfőn délbe van, hogy figyelj, lehet, hogy te már be vagy írva nem tudom mióta, meg így fontos is neked, hogy most gyere fodrászhoz, mert most rendezted el a gyereket, a nagymamát, a nem tudom, a munkahelyeden, ebédidőbe kilóksz, mit tudom én, vagy egyáltalán hétfőn estére kell neked az a frizura, de
Most ez a másik, az meg úgy gondolt, hogy ő inkább most jönne, és akkor cseréljetek. Tehát, hogy ezt így hogy? Hogy ne? Vagy akkor, jó, akkor nem őt hívom fel, hanem hívja föl másik ötöt, hogy ki tudna cserélni vele, mert hogy és akkor, jó, akkor szívességet teszek ugye én, meg szívességet tesz az a vendég. És akkor legközelebb meg az a vendég kér majd szívességet megint tőlem, hogy figyelj, múltkor felhívtál, hogy cseréljek a mancikával, akkor most meg én kérném, hogy én szeretnék cserélni a nem tudom ki. Tehát, hogy ez hova vezet, gyerekek? Tehát, hogy nem már. Tehát ezt felejtsétek el, tehát nincs ilyen cserebere. Ezt én menedzselni nem tudom, és nem is akarom, és nem is fogom egyébként soha. És ti se csináljatok olyat, hogy a hátam mögött cserélgettek, tehát hogy kivéve, hogyha feljogosítalak rá. Tehát van olyan, most is van olyan testvérpár, akinek ugyanannyi ideig tart a haja, hogy megcsináljam, és be van írva egyik másik, de mondtam nekik, hogy tök mindegy nekem, hogy mikor melyik jön, mert pont ugyanannyi idő alatt fogok végezni. És tudom, hogy mind a kettő pontosan érkezik, és mit. Tehát ott az mindegy. De általában az emberek haja nem mindig ugyanannyi idő. Tehát ezt ne találjátok ki, hogy most nem a barátnőm megy, hanem én. Hanem ezt majd én tudom, jó? Tehát én azért tudok pontosan dolgozni időre, nálam azért nem kell várnod, amikor bejelentkeztél és megérkeztél, mert ez így van kiszámítva. És itt jön a másik téma, hogy miért ne érkez előbb, mint ahogy megvan beszélve az időpont. Ugyanis, egyszerű esetet mondok, be vagy írva 4 órára, tőfestésre. Be van írva a következő 16-15-re, szintén tőfestésre. 4 óra alatt, ha 4 órakor te pontosan érkezel, ez hódziher, hogy neked 4-15-kor az egész tövet be lesz kenve, ezt garantálom. A következőnek meg a 15-kor érkezik 30-ra. És a hatóidők így vannak kiszámolva. Különböző színeknek különböző hatóideje van, illetve ugye van a klímazon is, amit használok, az is ugye csökkent, az csökkenti a hatóidőt. És én így írom be a vendégeket, hogy én tudom, hogy neki mennyi ideig kell majd a haján lennie, ha ő megérkezik ekkor, meg tudom csinálni eddig, fölkenem hatóidő, oké, következő jön, fölkenem hatóidő, lemosom, törörörör. Na, ezzel így lehet együtt dolgozni. Ha te megjössz előbb, mint az időpontot, tehát 16 órára vagy beírva, de te mondjuk odaérsz már 45-kor. És ez elég sűrűn előfordul, hogy valaki ilyen negyed óra, 20 percekkel előbb jön, nem szeretem. Megérkezik előbb, nem fogom elkezdeni előbb felkenni a haját, mert nem tudhatom, hogy a következő is előbb jön-e. Ha mondjuk én tegyük föl ráérek, ami egyébként szintén nem biztos, de mondjuk tegyük fel, ráérek már 3-4-kor, mert végeztem az előző vendéggel, vagy kajáltam és lenyeltem az utolsó falatot, és mit tudom én. Én fölkenném, ha tudnám, hogy ő is előbb jön. Mert hogyha ha ő nem jön előbb, neked meg fölkenem 3-4-kor, akkor mire lejár a te hatóidőd, ő pont akkor fog belépni az ajtón. És akkor neked kell, hogy lemossam a hajadat, ami lehet, hogy neked csak 2 percnek tűnik, de hidd el, az körülbelül 10 perc, amíg én lemosok egy hajfestést, meg más fodrásznál is. Akkor már nem tudom az övét felkenni időben, azzal én már ott csúszok, a tiédet nem tudom elkezdeni szárítani, és ebből alakul ki a csúszás, ami, hogyha mondjuk ti vagytok a két utolsó vendégem, még azt mondom, nem is baj, vagy hát de baj egyébként, de jó most az, hogy én este 8-kor végzek, vagy 8-15-kor, végül is oké, még mondhatom is, hogy belefér. De, hogyha utánatok is vannak beírva, és mondjuk nem egy valaki, hanem esetleg több, akkor már nem tudok akkor a csúszást behozni. Értitek? Tehát ott valakinek akkor már le kell, hogy rövidítsem az idejét. Csúnyán mondva, össze kell, hogy csapjam a haját, amit nem szeretnék. Ez az én renomém. Nem csapom össze senkinek a haját, mindenkivel megfelelő szinten és színvonalon szeretnék foglalkozni, úgyhogy ezért. Hogyha bejössz negyed órával korábban, akkor itt fogjuk egymást nézegetni negyed óráig, nem fogom elkezdeni a hajadat. Egyébként Murphy törvénye, hogy a következő vendég biztos, hogy negyed órával korábban érkezne, és simán fölkelhettem volna a hajadat, de mivel nem látok a jövőbe, ezt nem tudom, úgyhogy ezért
Ilyen nincs. Mindenkit akkor kezdek el, amikor az ő ideje van, és amikor a naptáramba, amit én a Bibliámnak hívok, akkorra van beírva. Ne variáljunk ezen, ezt én tudom. Köszönöm a figyelmet, legyetek pontosak. Sziasztok!